táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk, dallamok, szervusz iskola, itt vagyok! A hagyományoktól eltérően a szekszárdi Waldorf óvoda és iskolában augusztus utolsó napján tartották meg az ünnepélyes évnyitót. Idén 18 kisdiák kezdi meg az első osztályt, őket énekkel és egy virágkapuval köszöntötték. Azonban nem csak a tanév kezdetét ünnepelték az intézményben, két új óvodai csoportszobát is átadtak. Ez egy hosszú folyamat volt, hiszen alternatív pedagógia lévén nagyon óvatosan lépegettünk, eleinte kicsi óvodai létszámmal, és ez az elmúlt néhány évben nagyon-nagyon erős megerősödött, és nagyon sokan jelentkeztek, egyre több az érdeklődő család, és egyszer csak átléptük ezt a bűvös határt, hogy már több család jelentkezett, mint amennyi férőhelyünk volt, tehát gyakorlatilag már várólistánk is volt. Ezt azért egy picit megelőzte a gondolat, hogy bizony ez a bővülés ez azt is jelenti, hogy csoport létszámot is növeljünk. Úgyhogy ez egy nagyon szép hosszú folyamat volt, aminek a végén vagyunk, és egy vadonatúj óvodában állunk két csoporttal. Nagyon fontos számunkra a ritmus, nagyon ragaszkodunk a napi, a heti, havi és az éves ritmusunkhoz. Ez egy biztonságérzetet ad a gyerekeknek, tudják, hogy miután mi fog következni, melyik nap, milyen kása van, és akkor egy kicsit ez az életben való tájékozódásokat segíti elő. Nagy hangsúlyt fektetünk az önmegvalósításukra, hogy így mondjam, inkább az önkifejezésükre, hogy megtalálják, hogy kik ők ebben a világban, hogy tudnak ebben a világban ható emberekké felnőtté nőni, ebben terelgetjük őket, aminek egy fontos nevelési eszköze a szabadjáték, a sok természetes anyag, a fa, az különböző anyagok, természetes anyagok, magok, termések, ahogy körbenézünk itt is, igazából műanyag játékot nem használunk. Kevés játékunk van, ez is tudatos, mind az udvaron, mint a csoportszobában. Félkész játékok, fadarabok, farönkök, ez mind egy ilyen kreativitást fejlesztő, ebből tudnak építeni. Az én csoportomban sok kicsi lesz, és nagyok nem lesznek. Ez most építkezős, ez a csoport az összes új óvodást ebbe a csoportba fog indulni. 17-en leszünk, 15-tel indulunk, és 17-en majd tavasztól, akik majd akkor töltik be 3 évet, akkor fognak csatlakozni. 170 négyzetméterrel bővítették ki a területüket, mondja Hoffmann Péter, kuratóriumi tag. Ennek köszönhetően 50 fő befogadására alkalmas az intézmény. A régi óvodát pedig az iskola használja majd napköziként. Teljesen újjáépítettük itt az óvodát. Itt a mögöttünk lévő részen, most már az iskola részeként, de ott volt egy kis óvodánk, ahol egy 25 fős csoport működött, és mivel láttuk, hogy nagy az érdeklődés, és egyre több család szeretne csatlakozni hozzánk, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt az épületrészt is kibéreljük, ahol most vagyunk. Itt régen volt egy üzemi konyha, és tavaszon nekiálltunk és felújítottuk, és itt jött létre egy új, teljesen új, tehát belsőleg teljesen átépített kétcsoportos óvoda, ahol immár gyakorlatilag 225 fő, tehát 225 gyermek befogadására alkalmas infrastruktúra jött létre. Hozzávetőlegesen én azt gondolom, hogy olyan 15 millió forint, ami nagyjából háromnegyed részben az alapítványnak a megtakarított pénze, ami gyakorlatilag a közösség pénzének tekinthető, és a maradék rész pedig külső támogatók, egyéni és céges támogatók adták össze, semmiféle pályázatban, vagy uniós forrásban, vagy állami forrásban nem részesültünk, tehát gyakorlatilag önerőből létesült maga az óvoda. A kivitelezési munkálatokban a szülők is besegítettek. A Waldorf iskolák nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szülők is kivegyék a részüket az itt folyó munkákból. Nyilván a szakmunkákat, azokat szakemberekre bíztuk, de rengeteg olyan feladat volt, amit a szülők végeztek el, festésben, takarításban, burkolásban. Igazából mindenhol ott voltak a szülők, és tették a dolgokat. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább a sajátunknak érezzük így az intézményt, sokkal többet tudunk a gyerekeinkről, a felnőttek között is kialakulnak olyan kapcsolatok, amik meghatározóak a számunkra. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy mindenki profitál ebből. Jaj,
Wagner Zita angol tanár és 4 gyermeket nevel, közülük 2 már a gimnáziumot kezdik. Mindegyik gyermek a Waldorf óvoda és iskolába járt. Én pedagógus vagyok, ugye, és számomra nagyon fontos, hogy az első 14 évben a gyermek meg tudja találni önmagát, és azt gondolom, hogy ebben a rendszerben ez az, amit meg tud csinálni. Mert van egy szlogenünk, ugye, hogy itt tanulni jó, de ezt hozzátesszük azt is, hogy ismerd meg magadat, és tudd az erényeidet, tudd, hogy miben vagy rossz, miben kell fejlődnöd, de te magad kezdj el tanulni. Ne azért tanuljál, mert adok egy beírást, ne azért tanuljál, mert megfelelőségkényszered van, hanem megismered magad, és tudjad, hogy merre akarsz menni. És azt gondolom, hogy én majdnem mindegyik kimenő osztályt tanítottam, hogy akik innét kimentek, ők mindannyian képbe voltak abban, hogy mennyit érnek, hogy mire képesek, és tudatosan készültek a felvételire, és mindenkit oda vettek fel, akit, ahova szeretett volna. Itt 7. kapják az első helyet, ami azt jelenti, hogy 6., azaz 12 éves korukig önmagukkal találkoznak. Hát nem is tudom, 4-5 oldalas leírást kapnak magukról, ez a szülőknek szól, de 6., 7. már elolvassák. És ezekből a visszajelzésekből rakják össze önmaguknak, hogy ők kicsodák, miben jók, miben nem. Plusz az osztálytársak is visszajeleznek egymásnak, egymás segítik, egymás erényeit kiemelik, hogyha valaki lemarad, akkor őt bevonják, és azt gondolom, hogy ez az, ami itt nagyon más, és ami szerintem a mai világban nagyon-nagyon fontos a továbbtanulás szempontjából is, és utána pedig az állás, az elhelyezkedés szempontjából is, hogy ne legyenek ilyen félrecsúszások.